Az indiai nyelv, észak-indiai nyelvek, és köztük az ősi szanszkrit is, ahogy Körösi Csoma Sándor is kutatta, bizonyos rokonságban vannak a magyar nyelv ősével, tehát az ősi magyar nyelvvel. És erre történelmi adatok vannak, tehát történelmi rokonaink voltak, és vannak is a leszármazottaik közül, mégpedig az egyik híres szkíta törzs, a jüecsik, akik Kanszu tartományból indultak el, az ázsiai hunok, kínai nevükön Siungnuk üldözés miatt, ekkor indult meg a nagy eurázsiai népvándorlás, ezek nem sokkal ezután, hát 2-3 ember öltővel ezután megérkeztek a felső Oxus völgyére, ahol az öt jüecsi törzsből kivált a legerősebb, a Kusán törzs, Kuei-sang kínaiul, és legyőzte az összes többit, és elfoglalták a mai Afganisztánt, mai Iránnak a keleti részét, Kásmírt egészen a Pandzsábig, az első nagy királyuk, Kajula Katfiszesz, és utána az ő fia elfoglalta egészen a Ganges medencéig Indiát. Ő egy nagyon erős országot hagyott fiára, Kaniskára, ez a leghíresebb Kusán uralkodó, aki egész India történelmét szinte megváltoztatta, mert a buddhizmust államvallásá tette, és nagyon sokat használta a buddhizmusnak, és Indiának is, mert bekapcsolta Indiát a Selyemút. Akkor lett a Selyemútnak egy indiai elágazása Kásmíron keresztül az arab tengerig, és India kereskedelme, ipara, gazdasága fellendült. Na most utána jöttek még egyéb Kusán uralkodók, ez a Kaniska dinasztia, és egészen 300-ig, Krisztus után 300-ig uralkodtak, különböző helyeken Észak-Indiában. Sok indiai tudós szerint ezek bevárták a heftalitákat, azaz a nyugati hunokat. Tehát a mi hunnyaink, ugye Attila hunnyai, mikor nyugatra indultak, akkor körülbelül Dzsungária táján uralkodási viszály tört ki, tehát fejedelmek között, és a nyugati ág levált, és délfelé indult. Tehát ezek Krisztus után 350-ben elérték azt a területet, Baktriát, a mai Afganisztánt, ahol a kusánok még visszahúzódva uralkodtak. A kusánok beolvadtak a heftalitákba, a heftaliták sokkal erősebbek voltak ekkor, és együttes erővel Krisztus után 468-tól 560-ig uralták Indiát. De a későbbi heftalita királyok még 200 évig uralták Kásmírt és a Pandzsábot. Tehát nagyon soká. Viszont hát két kiemelkedő uralkodójuk volt, akik legtöbbet hódítottak, tehát egész a mai bengáli öbölig India fele az övéké volt, sőt azok a görög hajósok, akik délen kikötöttek, és írók is lettek, ilyen hát hittérítők voltak valójában, azt írták, hogy egy nagyon erős fehér hun király uralja egész Indiát. És ez a nagyon erős király volt Mihirakula, akinek az igazi hun neve Gula volt. A Mihirát fölvette, mint az iráni napisten nevét. Ezek mind a naptól származtatták magukat. A kusánok a holdtól, és a heftaliták a naptól, ezért mikor hát Árpád bejött, és az a Árpád-sávos lobogó semmi más nem fejez ki, mint a nap és a hold fiai. Tehát az piros és ezüst volt, ugye piros a napnak, az ezüst a holdnak a szimbóluma. Tehát a kusánok a hold fiai voltak, a heftaliták, azaz a fehér hunok a nap fiai, és aztán az ő leszármazottai szintén még 300 évig uralkodtak Indiában. A híres Rádzsa Tarangini, egy kásmiri évkönyv, ami az összes északi uralkodót feldolgozta, és amelyet Stein Aurél fordított először angolra, szanszkritról. Ez bizonyítja, hogy ezek a heftaliták még nagyon soká ott voltak Indiában. És ezekhez csatlakoztak azután a vuszunoktól, a régi valamikori ellenségből kivált egyik törzs, az úgynevezett uarhunok. Tehát a varhunok, és ezek hát aztán már Bizáncnál avarokként szerepelnek. Justinius császárnál megjelentek az avarok, ott már nem uarhunok, hanem kimondottan avarokként szerepelnek, és a fejedelmük Baján Kagán. Tehát ugye itt van az összekötetés, hogy kusánok beolvadtak a heftalitákba, a heftaliták a hunok egy része volt, tehát nem a mi hunjaink, hanem a nyugati hunok, de akkor is vérrokonok, és aztán ő belőlük alakult ki még a uarhunok,
hunok csatlakozásával azoknak a nevét vették át az avarok, és hozzá csatlakoztak a mi avarjaink, tehát a hunok. Három részre szakadt akkor ez a Fehér Hun Társaság, a legnagyobb rész ugye menekült ide, és ezekből lettek az avarok. Egy része viszont beolvadt már, hát ugye 100 év alatt Indiában, házasság, stb. Révén, és a mai Rajasztán 36 klánjának legalább a fele az ő leszármazottaiknak vallja magát. Ekkor alakult ki a tulajdonképpen a hindu vallás 4 kasztjából a ksatria, a második kaszt, a harcosok és királyok kasztja. A maharadzsák mindig ebből a kasztból származnak. Például Udaipur maharánája kifejezetten vissza tudja vezetni a család, a dinasztiát, Mihiraguláik. Nagyon érdekes, amikor királlyá avatják őket. A keleti kapun vonulnak ki, vérszerződést kötnek azokkal a törzsekkel, akik támogatják őket, például a Bill törzsel, megvágják egymás hüvelykujját, és homlokukra, egymás homlokára kenik a vérüket, mindig kelet felé hajolnak meg, tehát ugyanazok a szokások, nagyon jó harcosok mai napig, sőt nyillal is harcolnak. Az angolok, meg előtte a muzulmán hódítok soha nem tudták őket bekebelezni. Egy pár hun szót meg tudunk már fejteni, mert főleg Afganisztán területén nagyon sok pénzérmét találtak, és ha az egyik oldalon brámi írással, szanszkrit nyelven van a szöveg, akkor feltehetően ugyanaz van a másik oldalon, tehát ez olyan, mint a Rosetta kő annak idején, de az a baj, hogy az afganisztáni helyzet miatt pedig az egy nagyon gazdag lelőhely lenne a régészeknek, leálltak az ásatások. Körösi Csoma Sándor jó nyomon járt, mikor az úgynevezett szanszkrit magyar több mint 200 szóból álló szójegyzéket megalkotta, de azért egy kis hiba csúszott az összehasonlításba, mert azok a szavak, amelyeket ő rokonszónak vett, például kutta, kutya, szanszkritul is és hindul is kutta, ezek az urdu nyelvből kerültek be a szanszkritba még akkor, tehát nagyjából 2000 évvel ezelőtt, az urdu pedig az pontosan a hordának, tehát a mongolok nyelve volt, és aztán az terjedt el, hát Pakisztánnak mai napig hivatalos nyelve, tehát ezek az urdu szavak nagyon korán bekerültek a szanszkritba is, és a középkori ind nyelvekbe, és amiket Körösi Csoma összehasonlított, majdnem mind ilyen urdu szavak. Tehát valójában a mongol és a közép-ázsiai nyelvek a mi igazi rokonaink, nem annyira a szanszkrit. Indiában, főleg Rajasztán területén, körülbelül 30 millió ember hun leszármazottnak vallja magát. Ez főleg a második törzs, a ksatriák, de a falvakban az úgynevezett királyi pásztorok. Azok is ksatriák, azért királyiak, a gurdzsárok, Gujarat, a mai Gujarat állam északi részén is ezek vannak. Pásztor nép, de nem nomád, földművelés és állattenyésztéssel foglalkoznak, és olyan nevű falvaik vannak, mint Hunavászi, az azt jelenti szanszkritul, hogy hun lakosú, Hunaganva, az azt jelenti, hogy hun falu, Huna léka, az a hunok ékessége. Tehát Rajasztánt járva egy csomó hun kezdetű faluval találkozunk. Azon kívül a vallásuk is ugyan hinduk, de nagyon érdekes módon beépítették a boldogasszonyra emlékeztető Mataji. Mataji azt jelenti szanszkritul, hogy anya, úrnő, tehát majdnem olyan, mint a boldogasszony. És az van minden falu központján. Tehát nem Shiva, nem Vishnu, hanem mindenütt a Mataji, és ő a földanya, és ugyanakkor a napisten. Az összes templom erről szól, a napisten tiszteletről. A napisten szekerét 7 ló húzza, és mindegyiküknél ott van az életfa motívum, ott van a spirál, ami az életjele, ott van, hát ugye tulipán Indiában nincs, de akkor helyette a lótusz motívum. Tehát ha az ember meglát egy ilyen napisten templomot, szinte föl lehet minden hun magyar szimbólumot ismerni.